Vasárnap óta Magyarország lakosságának a fele úgy szakadt két pártra, minthogyha nagyjából a választások közelegnének. A korábbi Gyurcsány Orbán tengelyen most Kabát Peti és Rácz Jenő, pontosabban Rácz Jenő és Istenes Bence azóta, akik helyet foglalnak. Történt ugyanis, hogy a Starbucksban Rácz Jenő úgy találta el Kabát Petit, hogy utóbbi egy rony babaként esett össze. És gyönyörűen... Valahogy meg kellene állítani Rácz Jenőt, valahogy meg kellene állítani most. Kabát Péternek Rácz Jenőt. Az bement, aj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 
Nincs mese, ez nem csak avatatlan, hanem szakértői szemmel is a jelek szerint KO volt. Hát nehéz is másnak nevezni azt, amikor valaki kontrollálatlanul csuklik össze, és eszméletlenül hever perceken át a padlón. Nyilván Kabát Peti párja zokogott a ringben, nem csoda. Engem a víz is kiver annak a gondolatától, hogy így lássam a párom. Az a csoda inkább, hogy ezen mennyi mindenki meglepődött. Nem csak a jeleneten, hanem magának az eseménynek a bekövetkeztén. Nem nézett jól ki. Elhangzott számtalan kritika, hogy nem szabadott volna Róka Adriánt beengedni a ringbe, főleg nem ilyen állapotban. Én meg azt mondom, hogy na-ná, hogy be akart menni, na-ná, hogy beengedték, hiszen ez a show és a dráma része, na-ná, hogy ilyen állapotba került. Inkább például nem szabadott volna őt ilyen hosszan mutatni, vagy legalábbis lekeverni a mikrofonjának a hangját. Voltak éppen tiszteletre méltó, hogy Kabát Petit eszméletlen állapotában nem mutatták közelről az operatőrök. Persze lehet, hogy csak azért, mert nem fértek közel hozzá. Na ez nem mondható el Róka Adriánről. Abban viszont egyetértek, hogy ha már Róka Adriánt beengedték a ringbe, a sok hatás, a meglepetés vagy a kötelező show elem részeként, akkor néhány másodperc után azért ki kellett volna őt onnan vinni. Olyan helyre, ami még közel van, de nincsen ennyire szem előtt. Már csak a párja érdekében is. És ez nem az edző, vagy mit tudom én, melyik csapattak feladata lett volna, aki láthatóan is tápolta őt, hanem valamelyik szervezői. Mert amikor arra szerződik egy műsor, hogy lehetőleg minél többen verjék egymást véresre, sőt, ha lehet, akkor leginkább eszméletlenre, amikor egy ekkora helyet kibérelnek mindehez, amikor komplett tánckar és együttes hivatott szórakoztatni a nagy érdeműt a szünetben. Amikor még a feltűnési viszketegség miatt Luháton érkező celeb lovának ellátásáról is képesek gondoskodni, legalábbis remélem. Amikor külön csinos fiúk és csinos lányok vannak szerződtetve arra, hogy körbehordozzák a táblát, és jelezzék ezzel, hogy hányadik menet is következik, akkor kizár dolognak tartom, hogy a szervezők ne lennének felkészülve arra, hogy valami történik a ringben, ami a számításaikon túlmutat. Vagy pont, hogy a számításaikkal megegyezik. Szóval az, hogy Róka Adrián percekig zokoghatott összerogyva az ország szeme láttára, nyilvánvalóan megijesztve és összezavarva az egyébként éppen magához térő párját is, gyakorlatilag háromokból történhetett meg. 1. Boldogan dörzsölte a kezét a producer és a szerkesztőség, hogy itt az igazi drámai pillanat. 2. Nem volt a stábból bevethető ember, valamilyen segítő urambocsá pszichológus. 3. Fel sem merült a szerkesztőségben, hogy kéne egy ilyen segítőnek vagy pszichológusnak lenni a környéken. Hát, hogyha e közül a három közül kellene választani és megnyomni valamelyik gombot, akkor zavarban lennék, nem tudnám eldönteni, hogy melyik a gázabb. Az emlékezetes meccset az is látta, aki nem nézte vagy nem nézi ezt a műsort, hiszen voltak éppen a bulvármagazinoktól kezdve a gazdasági hírportálokon keresztül napokon át mindenki ezzel foglalkozott. Arról viszont viszonylag kevés szó esett. Hogyan történhet meg ilyesmi? Mármint értem én, hogy ne lepődjön meg, ha kiütik az, aki boxra adja a fejét. De biztosan rendben van, hogy néhány hét gyakorlás után ezek az emberek fejvédő nélkül állnak ki egymás ellen. Körkésznek valószínűleg a kondiának annyi. Húha.
ez még nem az, volt. Ez még nem az. Ez még nem az. Ez még nem az. Miben reménykednek? Abban, hogy a másik ilyen kevés gyakorlás után majd úgysem fog tudni olyan erős és végzetes találatot bevinni. De ha a másiknak ehhez nincsen gyakorlata, akkor ez egyiknek honnan van ahhoz, hogy kivédjen egy ilyen komolyabb típusú ütést? Neki kellene most már előre menni. Kemény találat, megint! Kemény volt, és még egyszer! A felütés megragyott! Micsoda felütés volt! Vagy hát ugye mindenki vállalja a felelősséget, aki elvállal egy ilyen szereplést és egy ilyen típusú meccset. Persze értem én. Kérdés, hogy ennyi felkészülés után vajon mennyire várható el, hogy megfelelő mélységben tudjon mérlegelni egy laikus? Hogy minden eshetőségre kellő bölcsességgel tudjon számítani? Ráczi Jenőre most habzik a fél ország szája, hogy hogyan tudta kiütni a barátját. Nem tudom, én nem vagyok férfi, nem tombol bennem a tesztoszteron, különösen nem akkora adrenalin lökettel, amit egy ilyen szituáció, egy ilyen stressz helyzet véhetően kihoz az emberből. Simán el tudom képzelni, hogy egy ilyen helyzet megtörténik a következő vagy az azt követő adásban is, mindenféle rossz szándék nélkül. De most legalább lehet gőzerővel drukkolni Istenes Bencének, követelni, hogy igyon vért, álljon bosszút Ráczi Jenőn, üsse ki, tiporja el, törölje el a föld színéről. És ezek a kívánságok a fotelből írva, minden bizonnyal sokkal cizelláltabb lélekre, több empátiára és nagyobb emberségre utalnak, mint hogy a séf bevitte azt az ütést. Nemzeti ügyé vált kettőjük elkövetkezendő meccse, hogy ők mondják, és a reakciókat elnézve ez nem is olyan nagy túlzás. De ha már ennyire hiányoljuk az emberséget és empátiát, akkor szeretném felhívni a figyelmet a titokban megbúvott tényleges főszereplőre, a magát Bruce Willis-é alakító Héder Barnára. Evelyn, megviseltek ezek a pillanatok, úgy látom. Igen, igen. Hát szó se jutok rá, az a hideg, és nagyon dermesztő volt így látni Petit. Aki a sokkolt állapotban levő közönség sorai közül úgy ment interjút kérni, olyan mosolya fogta a mikrofont, úgy kérdezett, minthogyha éppen egy tombolát sorsolnának ki. Egy nagyon ellentmondásos helyzet, hiszen Jenőnek drukkolt. De hát ilyen a box, dobta be a nagy mondatot, az igazi eredeti gondolatot, Kokó. Itt van, itt van. De itt a hős. Itt van. Ha nem is talpon, de rendben van. Hát ilyen a box, szokták most mondani. Csak hát ez valójában nem egy boxmeccs. Ez egy show műsor. Amatőrökkel.